Vidékfejlesztési pályázati forrást kaptunk a Zádor hídhoz vezető út felújítására. Kettős célt fog szolgálni az út felújítása, mondta a helyszínen Szepesi Tibor. A kettős célt fog szolgálni az út felújítása, egyrészt a mezőgazdasági közlekedést, a mezőgazdasági eszközök kijutását az itt található mezőgazdasági földekre, másrészt pedig turisztikai fejlesztésű jelentősége is van az útnak, hiszen az Ádor híd egy nagyon látogatott és közkedvelt turisztikai célpont, amelyet reményeink szerint ennek az útnak az elkészítésével sokkal, de sokkal könnyebb lesz megközelíteni. Ugye azok a turisztikai fejlesztések, amelyeket elkezdtünk a városban, a fürdőkörnyékén, a Erzsébet ligetben található fejlesztésekkel együtt egy olyan komplex turisztikai lehetőséget fog kínálni, amelyet bízom abban, hogy nem csak a városban élők, hanem a városban látogatók is ki tudnak majd használni. A jelenlegi fejlesztés több mint 3200 méteren fogja megújítani az útfelületet, stabilizálni és erősé tenni, illetve az Ádor híd és a most meglévő aszfaltos út kerül összekötésre egy zúzott köves úttal, illetve egy parkolóval. Tehát azok, akik gépjárművel közelítik meg az Ádor ők is kényelmesen fognak tudni és biztonságosan parkolni. Ugye ez azt jelenti, hogy az a, az a szakasza az útnak, amely a régi Budapest-Debrecen országútnak a, a megmaradó részét jelenti, az is meg fog újulni. Természetes, hogy az ott található kilométerkövek megmaradnak, egyfajta mementóként is emlékezve a több száz évvel ezelőtti országútra. Ahogy a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel a munkaterület átadásakor egyeztettünk, vélhetően még ebben az évben, tehát az őszi időszak végéhez közelítve el fog készülni ez a felújítás, emelte ki a helyszínen Szepesi Tibor városunk polgármestere.